elkezdem nézni, hogy a magyar államháztartás mennyit költ a saját feladatainak az ellátására, és mennyit költenek az önkormányzatok, hát akkor eléggé szép képek jönnek ki, olyan 1800 milliárd forintot költ a saját rendszereinek a működtetésére a magyar állam, az önkormányzati szektor támogatás az 770 milliárd forint, csak úgy az arányokat, hogy mindenki lássuk. Most ebből kell majd visszafele jönni, és azt kell mondjam, hogy magának a közigazgatási feladatoknak az átvételével az önkormányzati szektornak különösen nagy baja nem volt. És azért nem volt, mert két irányra lehetett ennek, vagy ott marad nálunk, és onnétől kezdve megint összehasonlítatlan rendszerekben történnek ezek a dolgok, ami nagyon sok pénzbe kerül, és olyan lesz, mint az egészségügy, hogy felülről nyitott, alulról meg lukas. És innentől kezdve borítják bele a pénzt, de alul meg szépen folyik el. A másik az, hogy az állam maga megszervezi ezt. Szóval vannak olyan kérdések, amikre azt kell, hogy mondjam, hogy jó lenne, ha ez úgy a szövetségi vélemények után szépen nyugvó pontra kerülne, mert a nem döntés a legrosszabb döntés, szoktam mondani, mert akkor lebeg minden éveken keresztül, nem jó az senkinek se. És itt két fontos kérdéskör van, amin megy a vita, és hát ha választani kellene kettő között, akkor engedjék meg, hogy kicsit hazabeszéljek, tehát én azt gondolom, hogy az anyagkönyvhöz nem kellene hozzányúlni. Tehát az a rendszer, ami azt gondolja, hogy ügysegédeken keresztül majd megcsinálja, és ezen kívül azokat a régi könyveket, mert valaki kimegy és átlapozza valahol, meg feltölt egy teljesen új rendszer, nem biztos, hogy az most időszerű és célszerű. Én értem a logikáját neki, nincs ezzel különösebb problémája az önkormányzati rendszernek véleményem szerint, de az igen, hogy ez rosszabb nem lehet, mint ami volt. Én azt gondolom, hogy ez nálunk egy beállított folyamat az anyagkönyvi kérdés, és hát gondoljuk akár az esketésre, vagy minden másnak. A másik, az az építés hatóság kérdésköre, az mindig a nagyoknál jön elő. Mert ugye a rendezési tervek, azok minden önkormányzatnál ott vannak a saját kézbe, én is nagyon tisztán vagyok vele, hogy mennyire gyorsan lehet, mint egy rendezési tervet módosítani, a szabályoknak megfelelően értelemszerűen. De azt el kell dönteni, hogy valójában ezt viszem vagy nem viszem. Ebben megint azt kell, hogy mondjam, hogy ezt lehet, hogy érdemes koncentráltan vinni, viszont azt is ki kell számolni, hogy ez mennyire több pénzbe fog kerülni, mint amennyire jelen pillanatban az önkormányzatok működtetnek. Mert ugye amikor kiderült az egyéb más önkormányzati rendszerektől, és én is a közigazgatásba is fejezném, egyéb más önkormányzati rendszereknél, hogy mennyivel többbe kerül, most azt az államot kincstárnak elő kell teremteni, és azért azok a 7-800 milliárd forintos évi különadók egyszer el fognak fogyni. És ezt majd aztán vissza kell hozni a napi megvalósításnak a szintjére. Visszatérve, együttműködünk abszolút a miniszterelnökséggel, azzal, hogy az állami átalakítás az jó és megtörténjen, határozottan történjen meg. És a határozat megtörténtenek talán a legfontosabb része, amit elmondott főosztályvezető úr, hogy az a kiálló rendszer, ami volt a minisztériumok fele, a saját szakítatói szerveken keresztül, az nem működik egy nagy állami elosztó rendszerbe. És van még egy, amiről nem nagyon beszél senki se, az pedig az, hogy Magyarország sokszínű, egész más Sopron-Kőhíd, a Bátori terenye, vagy éppen Balmazújváros, egész más dolgai vannak, egész más az ottani jövedelmi viszony, egész mások a rendszerek, a hozzáférések és minden, ami ehhez kapcsolódik, és ezeket valamilyen módon egy szintre kellene hozni. Ez azt gondolom, hogy ez talán az egyik legfontosabb, és engedjék meg, hogy nyitóképpen mindjárt szeretett városokat bemutassam önöknek. Hát nézzük a magyar helyzetet, ugye 1990-től kezdve az önkormányzatok, mint önálló hatalmi ág megjelentek. Nagyon gyors leszek itt az elmúlt 20 évben kapcsolatosan, én csak az utolsó pár évet fogom elég rendesen kielemezni, főleg 2010-től. De azt látni kell, hogy idén június 30-án fogjuk ünnepelni az önkormányzatosság 25 éves fennállását, és én nagyon bízom benne, hogy 25 év múlva itt fogok állni. Az azt jelenti, hogy még élek. És el lehet mondani azt, hogy 50 éves az önkormányzati rendszer. Én azt gondolom, hogy ebben a kérdésben jó úton haladunk előre, mert azért nélkülünk akármit mond, de ezt működtetni, ezt az egész
magyar társadalmat és az hozzá kapcsolódó kultúrát nem, azt nem lehet, és azért nem lehet, mert természetesen megszülettek azok a döntések 1989 és 90-ben, amilyenek az alapjait lerakták, és ezt nagyon nehéz visszamondani, szinte azt kell mondani, hogy fizikailag lehetetlen. Megvannak különféle szabályzók és differenciált hatáskör telepítések megtörténtek, és hát aztán volt egy csomó érdekesség, Észak-Európát kövessük, Dél-Európát, mindegyébként. Én is azt szoktam erre mondani, hogy nem kell egyiket se követni, meg kell nézni, a saját dolgainkat meg le kell rendezni, és a saját utunkat kell járni ebben a kérdéskörben. Hát aztán lett is sajátos út, az a sajátos finanszírozási rendszer, ami Magyarországon kialakult, ez egy érdekes rendszere volt a magyar önkormányzati rendszernek, és hát jöttek aztán a pultmegoldások garmadával, önhiki 6/3-as puha pénzek korosztálya, ami azt eredményezte, hogy 3167 önkormányzatból körülbelül 300 van olyan, amiről önkormányzásról tudunk beszélni, amelyik tudja magát önkormányozni. Tehát van miről döntenie, van eszköz a kezébe, van forrása és egyéb más. És az a 2700 az mindig a pult megoldásokba volt kénytelen gondolkodni. És érdekes módon 25 év alatt ezt a pult megoldásokat nem tudtuk elfelejteni. Én azt gondoltam, hogy a feladat finanszírozásában sikerült. Jelentem nem sikerült, most Mükinek hívják, működés kiegyenlítő támogatásnak, de most is érdekes módon ugyanaz a 2700-800 önkormányzat az, amely folyamatosan ebben jelentkezik. A kedvenc szábram egyik ehhez, hiszen a kérdés az, hogy a mi szavunk és súlyunk mekkora mindig, és azt jól lehet látni, hogy a népesség megoszlása a település kategóriákban a népesség több mint 50%-ra az a települések 5%-ában él. Na hát ez mindennek a magyarázata és az oka, ez a két kördiagram arra vonatkozóan, hogy hiába birtokolja a vidék a területek 85-90%-át, a népességi ereje az látszik, és az is látszik, hogy innéktől kezdve a politikai irányzatok és egyéb mások azok milyen irányt követnek. És hát én ezért abszolút nem ítélek el senkit se, mert ha én lennék abban a székben, ezért kezdtem is azzal, hogy az üléspont határozom az álláspontot, én is véletlenül ugyanazt az üléspontot venném fel. Az átalakítás előtti helyzetben, hát egy szó, egy mondatot emelnék csak ki, túlnyomó többségünk azok mindennapos túlélési gyakorlatot folytatott, ami megnyilvánult mind a hitelezés területén, mind pedig egyéb más területeken. Hiányozott sok minden, legfőképpen az, hogy nem voltak benchmarkok, nem voltak összehasonlítások, voltak elemzések, biztos minisztériumok részéről, nem vitatom, de amikor ez a politikai szinterére készült, onnétől kezdve el is ment a süllyesztőbe, hiszen azok, akiknek érdekültek volna ezt megváltoztatni, pont abban voltak érdekeltek, hogy soha ne változzon meg, mert az a 300 településen lecsapódó forrásbőség az teljesen nekik jó volt, és azért ezeknek a nagy része ült benne a parlamentben. Ilyen módon nagyon ez az önkormányzati rendszer nem is tudott megváltozni, főleg finanszírozás szempontjából nem, és azt sem szabad elfelejteni, hogy azért 2006-tól kezdve azért folyamatosan csökkent a magyar államháztartásnak a úgymond a hazai terméki beszedett adója, és innentől kezdve egy nagyon erős adósodás indult el, de nem csak az önkormányzati szektorban, hiszen 2008-ban a problémát azt egy szinten lejjebb tolta az akkori kormány, letolta az önkormányzatok szintjére, hiszen hitelt nem kapott a magyar államháztartás, kötvényt nem tudott kibocsátani, kisbocsátott kötvényt, azt olyan magas kamatfelállal tudta megtenni, hogy a magyar lakosság azt kell, hogy mondjam, belerokkant volna, és innentől kezdve ez lement. Most lehet elítélni minket ezzel kapcsolatosan, hogy hiteleket vettünk fel, igen vagy nem. Én azt gondolom, hogy működtetni kellett, és hát a működtetés szempontjából is szerintem adósság konszolidáció az egy jó dolog volt. Az más kérdés, hogy a két lépcsőjéből én a másodikat valószínű, hogyha én kormánytag vagyok, én biztos nem javasoltam volna, de mivel nem én voltam a kormánytag, ezért meglett a második lépés is. Az első 700 milliárdra szerintem szükség volt, a második 400-500 milliárd forint az pedig már nem, azt a nagyoboknak ki kellett volna fizetni. De eredmények tekintetében szeretném mondani, hogy azért nagyon sok minden alakult, sokat beruháztunk, növekedett a településen szinte minden, az alapvető dolgok elkészültek. És hát elérünk azt sem oda,
hogy azért beszéltünk a hiányosságokról is, nem csak szépségek vannak. És erre azt tudom mondani, hogy ketté szakadtunk, lettek a gazdag önkormányzatok és lettek a szegény önkormányzatok. És hát ez nem szégyen, ez annak a része, hogy nagy részben ugye az a tőkekoncentráció, ami az önök településén környékén van a mai napig, abból csak az ipart tudjuk megadóztatni, a többit meg nem nagyon. Na most 2700 településen körbe-körbe nincs ipar. Csak mezőgazdasági földterületek vannak, és azt kell, hogy mondjam, hogy ebből adódóan, mivel nem volt szinte semmilyen finanszírozható bevétele az önkormányzatnak, onnéttől kezdve elindult azon az úton, ami kialakult aztán a szegény és gazdag önkormányzat. Hát ez a 2700 az elég szegény is maradt, azt kell, hogy mondjam, a mai napig, és nem beszélhetünk önkormányzásról, és mutatok majd olyat is, amiben aztán ezt lehet rendezni, és akkor az átalakítás elindul 2010-ben, kicsit kasztrogép. Hát ez történt az átalakítás, ezt szerintem látták nagyon sokszor, 152 járásszékhelyi város, ez a települések 5%-a, 170 város, ami a 4%, nagy községek, községek, és hát lehet látni, hogy azért a 2700 községből 2500 olyan van, ami 2000 fő alatti. Tehát innétől kezdve azt kell mondjam, hogy a magyar település hálózat 75% az 2000 fő alatti. Na erre kell berendezni az önkormányzati rendszert, ezt kell végigvinni, és ez alapján kell az összes struktúrát megszervezni, ezért nem lehetett az, hogy minden önkormányzatnak hasonló feladat és hatáskör legyen. A főbb változások megtörténtek, valaminek örültünk és valaminek nem. Minek örültünk? Hát ezt nagyon nehéz elmondani, de hogy mind bánkodtunk, mert az örülés az nem volt. Amíg bánkodtunk, az a közoktatás kérdésköre. Annak ellenére, hogyha 2010-ben megkérdezték a polgármestereket, hogy tegye fel a kezét az, aki azt szeretné, hogy az oktatás állami vezénylés alatt történjen, hát én magam meglepődtem, amikor a polgármester társaim ragyogóan fölrakták a kezüket két kézzel, és innéttől kezdve állami lett az oktatás. Igen, csak azt is lehet mondani, hogy nem ilyen lovat szerettünk volna. Ugyanis az is tisztán látszott, és én láttam azt az előterjesztést, amiben úgy fogalmazott az államtitkárság akkori vezetése, hogy több pénzt nem kell belakni az oktatásba, mert ami hiányzik, az ott van az önkormányzatoknál. Na most ez egy nagyon jó megfogalmazás, csak ezt nem lehet kivitelezni, ugyanis még egyszer mondom, mivel az iparűzési adó bevétel tekintetében, már mutatom a számokat is, hogy mennyit szednek be az önkormányzatok, az a 700 milliárd forint hogyan osztik meg? Kiderül, hogy Magyarország 75%-ában semmilyen adóbevétel nincsen, tehát azokat az iskolákat is valakinek finanszírozni kell. Tehát maradt ez az ex-ex állapot, ez a 3000 fő alatt az állami fenntartás fölött, pedig ugye önkormányzati, bocsánat, üzemeltetés, mert nem fenntartásról beszélünk, ezt mindig kijavítják nekem is, de a fenntartásról csak annyit. Először, hogy valamit rendbe rakjál, az össze kell rázni. Egy mixet. Ugyanis megint nem akarok ahhoz kapcsolódni, hogy hát annyira sok színűek vagyunk. Önök szerint Szolnokon is ugyanannyit keresett egy pedagógus, vagy Debrecen. Ugyanazok voltak az órarendi leterhelések és mindenféle egyébként. Ugye a pedagógiai programot azt mi alapítottuk meg önkormányzatot, nagyon is értettünk hozzá. Elolvastuk mind a 250-300 oldalt, aminek egy dolog volt a lényege, a végén mennyi pénzt kell beletennie, és mennyi szakkör, mennyi külőóra, mennyi túlóra és egyéb. És ugye persze annak az oltának mind a gyerek érdeke. Én ezzel egyet értek, hogy ez a gyerek érdeke, nekem nincs ezzel különösebb problémám, azzal viszont van, hogy olyan nagyfokú különbségek jöttek létre, amit muszáj volt valamilyen módon kezelni. Kezelés módja nem biztos ez a szerencsés, nem tudom ki szedett bele ennyire a közoktatás államosításába, valakinek annyira megszerette, hogy úgy gondolta, hogy ez jó fog működni, viszont azt is lehet látni, hogy üzemeltetni 30-40 kilométerről nem lehet egyetlen egy épületet se. Mikor takarítják ki, mikor pucolják meg az ablakot, aztán bezárták ki a kapukat, stb. Úgyhogy én azt gondolom ebben a kérdéskörben, hogy jó volna most megállni, ezt egy kicsit úgy megnézni, hogy ez mibe kerül nekem, mint magyar állam, mibe kerül az önkormányzatoknál lett volna, vagy maradt volna. És hát vélhetően
szerintem a jó döntés abban lesz majd, hogyha az üzemfenntartás vissza fog kerülni önkormányzati részre, mert mindenkinek a saját településén ott van az a képződött ingatlan, amiért a felelősséget kell, hogy vállaljon, hiszen az az ő törzs vagyona, még hogyha mindenféle jogi formulában oda is adjuk különféle szervezeteknek használatra, mert előbb-utóbb azokat a települések úgyis nekünk kell majd rendbe rakni. Senki más nem fogja tudni rendbe rakni az iskolán, a nyilvánzárat, mint a tetőt, pláne nem úgy, hogy az irányítója 50-100 km/h van. Az egészségügynek megtörtént a részleges államosítása. Szeretném mondani, hogy ebben önkormányzatok mindig azt mondtuk, hogy az lett volna jó, hogyha az egész megtörtént volna. Mert ebből látszik megint, hogy ami kényes, az nálunk marad. Egyszerűbben azt szoktam fogalmazni, hogy ami cirkuszos, az az önkormányzatoké. Ami jó, szép, az meg az állami. Most ez sokáig nem fog menni, mert előbb-utóbb minden cirkuszos lesz, ha így gondolkodunk. Ezért azt is lehet látni, hogy a háziorvosi, a védőnői szolgálatok ott maradtak nálunk. És hát ugye ezek is egy kalapból vannak az UEP-től, ami egy biztosítónak hívjuk, de különben neki pénzosztó szerepe van, próbálja azt a kasszát tartani, ezt az 1500 milliárd forintnyi kasszát, amit minden évben meghatároz neki a költségvetési törvény, és hát 1-200 milliárd forint természetesen azért minden évben, év végén azért mégiscsak a kórházak adósság rendezésére megy, mintha ezt nem tudnánk évelején, hogy úgyis lesz 200 milliárd forint a kórházak adóssága tekintetében, és ugye megint mi, hogy ráhatás nincsen, beteg képződik, ő maga generálja a betegséget, innentől kezdve azért ennek a pénzügyi nyomon követését nem biztos, hogy eljön csak az, hogy a biztosítótársaság megnézi. És hát aztán új szereposztás lett, erős állami felügyelet, amivel nekünk nincs bajunk, hitelfelvételkorlát, ezzel sincs baj, higgyék el, hogy nagyon szeretünk hitel nélkül élni, mert a kamatokat azért valakinek meg kell fizetni. Igaz, amikor mi ezt végeztük, ezt a úgymond zuhanórepülős megállítását, akkor a kamatok olyan 12-16% között voltak, ma azért szerencsésebbek vagyunk, ma 3,5-4%-on a piaci kamatot lehet kapni. És hát megtörtént az adósság konszolidáció, amit mondtam, hogy nem biztos, hogy a másodiknak örülni kellett volna, biztos örültek azok a települések, akik benn voltak a második adósság konszolidációban is, de érdekes módon az a megképződött hirtelen ott maradt kamat és egyéb más költség, az nagyon helyesen településfejlesztésre ment el, de azt látni kell, hogy a mostani rendeletek alapján az állam az iparizési adó jelentős részét beszámolja a kötelező feladatok ellátásába. Ez azt jelenti, hogy most már ott tartunk, hogy durván 70%-ával nem a település önkormányzata rendelkezik, hanem ez benne van a gyerekjóléti, a családsegítő, az orvosi, az egyéb más támogatási rendszerekben, amit kötelezően oda kell fizetni. Gyorsan egy villantás arról, hogy mi történt a polgármester és közös önkormányzati hivatalok számában. 528 településen megszűnt a hivatali székhely, és hát meg lehet nézni, hogy hol vannak polgármesteri hivatalok, melyik a több, melyik kisebb. És ezért mondom azt, hogy Bács-Miskó megyét nem lehet összehasonlítani Baranya megyével, ahol 5 falu minimum egy közös önkormányzati hivatal. A Bács-Miskó megyében ugye majdnem minden egyes település egy-egy adott hivatal és önkormányzat, tehát egészen más szúrások vannak, és erre kell majd a finanszírozási rendszert is fölépíteni, de csak nem egyszer, amit feladatfinanszírozásnak hívunk. Nem tudom, ez nagyon nehezen megy. Az új szemlélet megközelítése megtörtént, ez benne van a magyar önkormányzati törvényben, önfenntartó képesség, közszolgáltatás igénybevétel és állampolgári részvétel. Ugye ez nem újdonság, tehát volt ilyen régebben is, én gyerekkoromban emlékszem rá, hogy például az előttünk lévő vízvezető árkot, azt nekem kell kilapátolnom, mert ugye ki volt adva minden egyes családnál, és hát ugye mi vagy én voltam a legidősebb gyerek a családban, ezt a tisztséget mindjárt meg is nyertem, hogy vihetem a kapát, faszát, és mindjárt meg is csinálhatom, viszont elkényelmesedtünk ebben az ügyben, de hát most jön majd visszafele az önkormányzati szektor. Hogy kitekintsek egy kicsit, azt mondja, hogy OECD felmérést nézegettünk, hogy néz ki ezekben az országokban az önkormányzatok államháztartáson belüli súlyának az aránya. És ugye mindig beszélgetünk arról, hogy decentralizáljunk, mert a feladatok megoldása mindig a legjobb helyen lent van, kis közösségek tudják, mit csinálnak, tudják. És hát amikor meg fogom mutatni a következő ábrát, akkor én is
elültem rajta, hogy ez egy jó szöveg, de különben nem történnek ilyen dolgok. Ugyanis a megnézve decentralizációs fokot, azt kell látni, hogy van a bevételi tengely, az a függőleges, a kiadási pedig ugye bár a vízszintes. És ha megnézzük, hogy Magyarország éppen hol van, akkor azt látjuk, hogy hát az összbevételből, amit az állammal együtt beszed Magyarország, az önkormányzatarány 12%-os. 12%-os. A kiadási részaránya Magyarországnak ebben a kérdésben az összkiadásból 22-23%. Különben az átlón van ugye az a normál, hát nem sok ország érje ezt az átlót, ez azért van, mert a kettő közötti különbség az mindig kimondottan csak attól függ, hogy az állam mennyi támogatást ad az önkormányzati szektornak. Szereti minden egyes politikus és minden egyes államhatalmi szerv a markában tartani az alatta lévő szervezeteket. Nincs ezzel semmi baj, az arányaival vannak különlegesen érdekes dolgok, és hát vannak szerencsésebb országok, és vannak szerencsétlenebbek nálunk. Így néz ki az OECD országok tekintetében. Ugye van egy jövedelem transfer koncentráció és egy kiadás transfer koncentrációm, de ha megnézzük a súlyát az államháztartáson belül az önkormányzatoknak, akkor azt látjuk, hogy csökkent az elmúlt 4 év során. Még 2009-ben az összes bevételében hanem 20% volt önkormányzati, az ma már 13 alatt van, 2014-i beszámolók alapján, és hát a kiadása az önkormányzati szektornak, az összes kiadása, az is értelemszerűen a bevétellel arányosan csökkent, az a közel 19-ről, nem 12-re. A kiadási szerkezet, hogyha megnézzük, az hasonlít Európához különben. Kettő dologra hívnám fel a figyelmet az átalakításban. Az egyik az, hogy nagyon sokat költünk szociális kiadásokra, valami irdatlan mennyiségű pénzt, önkormányzatok, állam is, azt kell, hogy mondjam mindenki, de ezzel, hogy a szociális rendeletet bevezették, és azt mondták, hogy az önkormányzatoknak saját maguknak kell a saját adóbevételeikből ezeket finanszírozni, azt látjuk, hogy polgármester társaik azért nem mertek hozzányúlni a szociális kiadásoknak a kérdésköréhez, ez még vissza fog ütni különben a következő időszakban, akkor, amikor az állam teljesen ki fog vonulni a szociális kiadások finanszírozásából, ami az önkormányzatoknál van, a sajátját, ami a kormányhivatalokban, azt meg fogja tartani értelemszerűen, és ezért mondtam azt, hogy mi leszünk a rosszak, és valaki meg a jó lesz, tehát ugye a jó a rossz, a csúf esetben, mondjuk egy western film történetében. A másik, amire fölhívnám a figyelmet, az a gazdasági funkció, ami egy új megközelítést igényel az önkormányzati szektortól. Nézzék meg, 22%-ra felment, ezt úgy hívjuk most, hogy közmunka. Na most ugye ez a gazdasági funkció, ez jelentősen megnőtt, hogy ez mennyire fog még a következő időszakban változni, nem tudom, de jó volna ebben a kérdéskörben is megállni, mert azt is lehet látni, hogy mindenkinek azért mi sem fogunk tudni munkát adni, bármennyire is szeretnénk. Hiszen ehhez megvannak a képességek és mindenféle egyéb más, és nincs annyi, hogy a Magyarországon jelen pillanatban egyes területeken iszonyatos munkaerőkereslet van. Vannak olyanok, természetesen, ahol hiány van, de a magyar nem mobilis ilyen szempontból, és ennek megint csak egy okozati kifejezője van, az pedig a jövedelmi koncentráció. Az, hogy megnézzük, hogy hogyan teljesített az önkormányzati szektor és bevételek tekintetében, annyit szeretnék mondani a végén, hogy a súlyunk lecsökkent, 1400 milliárd forintról lementünk 770 milliárd forint állami támogatást, 711 milliárd kapunk összesen önkormányzatok, ebből működtetjük az országban az összes közfeladatot, ami az önkormányzatokra van számva, 711 milliárd forint állami támogatásból, különben 2600-700 milliárd forint bevétele van az önkormányzati szektornak, és ebből 600 milliárd jön le, ami uniós támogatás. Megoldás a váró kérdése. Első, hivatali létszám és szakmai feltételeket azt végig kell nézni. Tehát nincs mese, egész más, itt vagyunk Keszthelyen. Keszthelynek is mondjuk megvan az a hivatali létszám, ami papíron elő van írva. De könyörgöm, amikor a 22.000 emberből hirtelen lesz 100.000 ember 4 hónapon keresztül, azt borzasztó nehéz kezelni. De igaz ez a Balaton összes településére, vagy igaz a Tiszatóra, vagy egyéb másra mondhatnám.
ezeket végig kell nézni, kivételeket muszáj tenni, nem lehet egy kaptafára húzni, hogy akkor ennyi fő és akkor annyi hivatali létszám. A bérek rendezése az ott van, most is a polgármesteri bér, egyedül mi voltunk azok jelentem, akik elszenvedtük azt, hogy bércsökkenésen mentünk keresztül, aki átkerült a kormányhivatalokhoz, annak se vették el a bérét, a milyenket elvették, olyan szempontból, hogy a nagyobb kaptak, az összes kicsi meg attól meg elvették, na most az összes kicsi az 3000 település volt, csak úgy mondom a 3167-ből, és hát ezt így rendezni kell, mert ugye ha azt akarom, hogy a közmunkát valaki végezze és egyéb más feladatokat megcsinálja, akkor az nem megy, hogy az egyik oldalon adok, a másik oldalon meg elveszek, tehát ez így nem működik. És hát kérdés továbbképzés és gyakorlatilag, tehát rendszereknek a bevezetése az még válaszol magára egy kicsit lépjegyet. No, azt mondja, van egy feladatfinanszírozásunk, ami 3-4 évvel ezelőttire készült, ahol pontosan azt kell, hogy mondjam önöknek, hogy az óvodai ellátás tekintetében 90%-os jó bevallő az a feladatfinanszírozási összeg, és ha megyek lefele, azt látom, hogy viszonylagosan azok a feladatok, amiket kötelezően el kell látni, azok nagyjából, még egyszer mondom, nagyjából finanszírozódnak. De ha azt nézem, hogy az a rendező el, hogy 32.000 forint egyfelőtt adóerő képesség fölött lévő településeknek semmi, alatta meg finanszírozom sávosan, meg egyéb, na ez nem a finanszírozás, tehát ez nem az. Tehát, hogyha a államtitkárral beszélgetünk, főleg Banai Péterrel, mindig elmondom, hogy ez egy olyan nehéz, bonyolult összetett rendszer, amit paraméter soronként kell végigvinni, és 50 paraméter alapján lehet legalább finanszírozni egy önkormányzatot, és el kell azt érni, hogy ha nem is csinál más egy önkormányzat, de legalább a kötelező feladataira a kötelező pénzeket megkapja. Amint mutattam, 711 milliárdból lesz mondjuk esetleg 850 milliárd, de nem fog senkinek se fájni a feje, jelen pillanatban különben a hitelállományok olyan 20-25 milliárd forinttal emelkedtek, és van még egy, nem láttam benchmarkokat, nem láttam visszamérést, nem láttam összehasonlítást, mondják már meg nekem, hogy Sopronkő Hídán még kerül egy gyerek 268 ezer forintba egy óvodás, és ugyanez Bátony terén 318 ezerbe, és mondjuk a fővárosban meg 680 ezerbe. Mondja már meg nekem ezt valaki, amikor azonos szabályzók rendszerek vannak, azonos fizetések vannak, azonos kategóriák vannak. Tehát vélhetően valami a működési rendszerben nem jó, és hát ezt szabályozni és visszamérni kell. A lehetőségeink azért vannak. Én utoljára remelem azt ki, hogy összefogunk. Szerintem az utolsó alkalom arra, hogy az önkormányzatok összefogjanak. Nem fogunk össze, akkor szépen azt kell, hogy mondjam, hogy majd jogszabályokat módosítanak, ezt aztán azt csinálnak. Mi minden kormány a partnerek vagyunk, én ezzel a kormánnyal meg végletekig, meg gondolom mindenki tudja rólam, hogy én nagyon régóta vagyok Fideszes polgármester, viszont azt látni kell, hogy ez működtetésről és gazdaságról szól, és nem pártpolitikáról. Tehát ebben muszáj összefognunk valamennyinknek, hogy ez jól működjön, és hát azért még ez hosszú időszak van vissza.